Szilvi. Tökéletes, nagyon jó helyszín, jók a ruhák, jó a hangulat, feeling, minden nagyon jó. Megakadta a szemed valamelyik ruhán itt most. Hát persze, párduc minta, ocelot minta. Hamarosan visszáll a forgalomba a Donna Express a nyári karbantartás és pihenő után, ami biztosan ötleteléssel telt nálad. Mire számíthatunk tőled az év végére? Csak valami nagyon polgárpukasztóra, semmi szolidra. Hol találkozhat veled a közönséged? A most először is külföldön, nyilván oda nem jönnek utána, ott majd a külföldi vásárlójaim. Aki pedig tudja, az mindenki itt Budapesten. Megyek majd a Budapest Fashion Weekre, de először egy kicsit megfordítom külföldön. Több alkalom is felültem a Fashion Week programjában. A 2000-es évek elején a nemzetközi tapasztalatokat gyűjtő, itthon pedig a szűkös külvéremből kikölni készülő Kendall felismerte, hogy a divattervezők legtöbb kifutása azon csatornák hiánya, amelyeken keresztül ők megmutatkozhatnak, közvetlen kapcsolatba léphetnek a közönséggel. Mik a gondolataid a kenguru kiállítás kapcsán? Nagyon örülök, és nagyon jó érzés, hogy kicsit visszamehetek abba az időbe, mert akkor én már nagyon aktív, szórakozó helyre járós ember voltam, úgyhogy némelyik kollekciójára emlékszem is, és nagyon jó viszont látni őket. Megakadt a szemed valamelyik ruhán itt most? Igen, mert az indiai útja után következő kollekciót, ezt azt hiszem, hogy én nem láttam, és most azon nagyon megakadt a szemem, és az teljesen újszerűnek, és nagyon másnak tűnik a többihez képest, de nagyon tetszik az is. És a saját közönséged veled hol találkozhat még ebben az évben? Mik a terveid? Talán két napja kaptam meg az értesítést a következő kengurus szervezésű Budapest Fashion Weekről, úgyhogy rögtön vissza is jeleztem, hogy részt veszek a novemberi show-n, úgyhogy oda mindenképpen készülök új kollekcióval. Októberben pedig a Fábri show-ba leszek, mert tegnap előtt volt a tévéfelvétel, és alig várom, hogy lássam magam viszont. De Duna TV-n lesz látható, vagy Magyar Duna TV-n?